egyelőre egy 4-es kategóriájú hurikánnak felel meg. Ugyanezt írja a New York Times, hogy ahogyan a hurikán közeledik és erősödik, Florida felkészül a következményekre. Ez ugye maga a hurikán. Ez pedig Puerto Rico boltjaiban a kialakult helyzet. Ugye annak következtében, hogy mindenki megijedt és próbál előkészületeket tenni. 410 mérföldre van egyelőre Puerto Ricótól keletre, és valószínűleg kedden, azaz ma vagy szerdán fog áthaladni ezen a területen. 13 mérföld per órával mozog az Amerikai Egyesült Államok irányába, azaz nyugatra, és 165 mérföld per órás széllökések kísérik. Elérheti az 5-ös kategóriát, ugye Harvey a 4-es volt, ha jól emlékszem, az 5-ös kategóriát az elkövetkezendő néhány napban, mire eléri a Bahamákat, illetve Kubát. Ez az Express, ugye ez egy újság az Egyesült Királyságban, szintén arról számol be, hogy hurrikán Irma hamarosan eléri a Karib-szigeteket. BBC.com ugyanezt írja és figyelmeztet, hogy a Karib-tengeri szigeteken fog elkezdődni gyakorlatilag a szárazföldi pályafutása ennek a viharnak. Akit érdekel, mindenképp látogasson el ide, ugyanis van egy nagyszerű felvétel magáról, a viharról, egy repülőgépből. Ezt nem tudom lejátszani sajnos, de akit érdekel, a linket megtalálja a leírásban, és mindenképpen nézze meg. ABC News arról számol be, hogy 4-es kategóriájúvá erősödött a hurikán, és valószínűleg Floridában fog tulajdonképpen becsapódni, ahol már szükségállapotot rendeltek el. Ez jelenleg a felvétel Irmáról, és 130 mérföld per órás széllel halad, illetve a közepében 130 mérföld per óra, míg 13 mérföld per órával halad nyugat felé. Ez pedig nagyjából a pályafutása egészen Kubáig, illetve Floridáig. Ugye ez az a hely, amikor nem biztos, hogy merre fog tovább haladni, azonban szombaton fogja elérni ezt a pozíciót itt Kubában. Végezetül pedig Fox News szintén figyelmeztet arra, hogy Puerto Ricónál jár ez a vihar, illetve hamarosan ott fog járni, ahol szintén szükségállapotot rendeltek el, és 4-es kategóriát elérte Irma hurikán. Ez pedig már a Nemzeti Időjárás Kutató Intézetnek a hurikán központjának a figyelmeztetése Irmával kapcsolatban. Ez ugye egy Twitter poszt, és arra figyelmeztetnek, hogy szeptember 4-én ez a szituáció, ugye leírják a lehetséges útvonalat, amiről már szó volt, illetve azt, hogy Florida az a terület, amely az Egyesült Államokban az első számú célpont lehet. Ez a NOAA, illetve a National Weather Service-nek a közös előrejelzése szintén a hurikán útját mutatja be. Ugye arról van szó, hogy szombat az az időpont, amikor elérheti Kubát a hurikán, illetve elkezdődik a bevonulás a Floridába tulajdonképpen. 145 mérföld per óra jelenleg az állandó sebesség ugye a központi részeken, ami azt jelenti, hogy nagyjából 220 km per óra. Ez egy érdekesség azok számára, akik érdeklődnek ez iránt, a dolog iránt. Ez ugye itt maga Irma, a hurikán, és itt meg lehet nézni, hogy hogyan is mozognak a légáramlatok világszerte, úgyhogy ha rázoomolunk, akkor egy jobb és pontosabb eredményt láthatunk. Ugye a szélsebességekről van szó ezen a területen, illetve láthatjuk azt, hogy mely irányba halad. Ez lesz itt ugye Kubán keresztül Florida felé. Irmának az útvonal jelenleg itt tart. Ha azt mondják, hogy szombat körül ér Kubába, akkor az érdekesség az, hogy valószínűleg hétfőn a korai órákban fogja elérni az Amerikai Egyesült Államok területét, illetve akkor lesz a legintenzívebb Floridában, ami szeptember 11 lesz. 2017. Azok számára, akik elhagyták már az álomvilágot és értik azt, hogy nem csak a hétköznapi életünk, úgy mint a politika, az oktatás, a média, a szórakoztatóipar vagy a tudomány manipulált, hanem az időjárás ugyanúgy, mint ezek a dolgok. Azok számára itt egy érdekesség, ez ugye a Category 7, vagyis a 7-es kategória film, mely érdekes módon egy világvége történetet mesél el, és amelyben egy 6-os erősségű hurrikán éri el Chicago területét, és onnantól felerősödik, és 7-es, illetve 8-as kategóriájúvá válik, és az egész világ tulajdonképpen ezzel küzd. Ugye a 6-os kategória, ez az első rész, a pusztítás napja, ezután a 7-es, ami ugye a világ vége, és a 8-as, ami a vég közeleg, ez a három rész alkotja ezt a szériát. 2005-ben jelent meg ez a rész, a 7-es kategória című rész, és a Wikipédián kiderül, hogy november 13-án adták ki 2005-ben a trilógiát. Aki még mindig az álomvilágban él, annak elárulom, hogy 2005. november 11-től a mai napig, 2017. 8-5-ig, amikor is valószínűleg a legerősebb vihar a történelemben a szemünk láttára közelít az Amerikai Egyesült Államok felé, az 11 év és 9 hónap. De ha az utolsó dátumot vesszük, amikor kiadták a filmet, november 13-át, illetve azt a dátumot, amikor valószínűleg eléri az Amerikai Egyesült Államokat, az szintén 11 év és 9 hónap. Ajánlom mindenkinek figyelmébe a 9-11-ről készült videókat a csatornán, vagy szerte az interneten, ugyanis az üzenetek ott vannak, csak az ember nem hajlandó ezeket észrevenni. Egyébként magyarul Szupervihar 2, ha eljön a világ vége, ez volt a film címe, és Dick Lowry rendezte a filmet. Még annyit, hogy a filmbeni hurrikán neve Eduardo volt, és Washington, illetve New York voltak azok a helyek, ahol a legnagyobb pusztítást végezték, de ugye ez egy világméretű probléma volt. Ha valaki visszatér és megnézi a előrejelzést, akkor New York az egyik alternatíva, a másik ugye Florida. Én pontosan tudom, hogy a legtöbb ember számára az élet egy hatalmas egybeesés és egy hatalmas véletlen és szerencse, azonban azok, akik értik, hogy a sok véletlen, szerencse és egybeesés mögött egy rendszer áll, azok számára érdekes lehet ez a dokumentum, ami 1996. augusztusából származik, akit érdekel, letöltheti itt a linken, és arról beszél, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadserege az időjárás szeretné használni, mint egy erős sokszorozó a harcászatban, és 2025-re szeretnének teljes kontrollt az időjárás, illetve a klíma fölött. Ez szerintem azoknak, akik értik, hogy hogy működik ez a rendszer, és azok, akik uralják és irányítják azt, hogyan gondolkodnak, tudják, hogy ha azt mondják, hogy 2025, ahhoz hozzászámolhatunk nyugodtan egy olyan 50-60 évet, amivel korábban a technológia rendelkezésükre áll, és akkor megérthetjük azt, hogy amit ma tapasztalunk a világban, úgy mint klímaváltozás, az mind egy mesterséges folyamat eredménye annak érdekében, hogy az emberiséget teljes mértékben kontrollálni tudják. Az időjárás az egyik legfontosabb, hiszen ez az, ami az élelmiszer termelést meghatározza és leginkább befolyásolja. Rendelkezésre áll a technológia számukra, és ezt hosszú-hosszú évtizedek óta használják. Erről számol be egyébként Global Research.ca, szintén ugye időjárás, háború, és arról beszél, hogy az Egyesült Államok a klímaháborúval kísérletezik hosszú évtizedek óta, és a lényeg az, hogy az időjárás változással bevezetett megszorítások segítségével a világot tereljék az új világrend elfogadása felé, ami tulajdonképpen már működik, csak az emberek még nem fogadták el. Ha esetleg szeretnétek utána nézni még inkább, akkor geoengineeringwatch.org weboldal nagyszerű hely, ugyanis ezzel a témával foglalkozik, és rengeteg információ található itt az időjárásmódosítás, a klímaváltozás és az egész folyamattal kapcsolatban, ahogyan ezt irányítják azok, akik uralják és irányítják ezt a világot. Ebben a cikkben 2016. október 3-án arról számolnak be, hogy Matthew, ugye a hurrikán Amerikában, az volt a legutóbbi példa arra, hogy hogyan lehetséges az időjárást befolyásolni, és hogyan lehet ezt használni annak érdekében, hogy bizonyos területeket vagy országokat térdre kényszerítsenek, akár mint egy háborús fegyvert. A Wikipédián pedig találunk egy bejegyzést az Environmental Modification Convention-nel kapcsolatban, ami ugye az időjárásmódosítás gyűlés vagy konvenció, és arról beszélnek, hogy ez 1977. május 18-án volt az első ülése Genfben, és 1978. október 5-től van érvényben ez a döntés, ami azt jelenti, hogy megtiltják egy nemzetközi szerződés kereteiben a harcászati, illetve más ellenséges használatát az időjárás módosító technológiáknak, és bármiféle időjárással kapcsolatos manipulációnak, azért, mert széleskörű, hosszantartó és súlyos hatása van az emberiségre nézve. Úgyhogy ha meg kellett tiltani, akkor rendelkezésre kell, hogy álljon a technológia. Azt sem értem, hogy ezek után még mi az, ami nehéz megérteni az emberek számára. Azt elhiszik, hogy tudunk klónozni állatokat a semmiből, létre tudnak hozni robotokat, amik hihetetlen dolgokra képesek, de azt nem tudják elképzelni, hogy néhány millió wattal felmelegítik a felső atmoszférát, ami onnan aztán befolyásolja az időjárást, ez érthetetlen számomra. Ez a szabályozás megtiltja az időjárás háborús célokra való felhasználását, az időjárás módosító technológiákat, és 2010-ben a Convention on Biological Diversity, ami a biológiai sokszínűségnek volt egy újabb ilyen szabályozó gyűlése, itt pedig az időjárás módosítást, illetve az úgynevezett geoengineering, ami tulajdonképpen a Földnek az átalakítás mesterséges módokon, ezt szintén megtiltották, illetve az összes ezzel kapcsolatos technológiákat. A környezet vagy időjárás módosító technológia mindenféle technológiát magába foglal, amely szándékos manipulációja a természetes folyamatoknak, azok dinamikájának, összetételének, illetve a Föld szerkezetének, elkezdve a legalacsonyabb rétegektől egészen annak, amit ők úgy hívnak, hogy űr. Gondolom ez is csak egy olyan gyűlés lehetett, ahol a országok vezetői összegyűltek alumíniumfóliával a fejükön, és elkezdtek összeesküvés elméletekről beszélgetni, hogy az időjárást lehet változtatni, vagy majd 2000 év múlva a jövőben, mikor rendelkezésre áll a technológia, akkor mi fog történni. Létrehozták azt az állapotot, amikor az emberiség bármit elhisz, ami a hivatalos álláspont, hiszen az embereknek nincsen önálló véleménye, csak egyszerűen mennek a hordával, haladnak előre. Ez lett az oktatás, a tudomány, a média, a szórakoztatóipar és a politika eredménye, de ide sorolhatjuk nyugodtan bármiféle olyan intézményt, amely az embereknek a gondolkodás módjára hat. Ez tulajdonképpen a propaganda különböző megjelenési formája a világunkban. Ennek az eredménye az, hogy az emberek nem képesek összerakni azokat a dolgokat, amelyek egyértelműek körülöttük. Az emberek elhisznek mindent, amit egy úgynevezett szakértő mond számukra. Ez a probléma tulajdonképpen a világa. Ez az, ami okozza azt, hogy az emberek az utcán